A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva a Térinél Kulturális Központban nyílt meg Bocskai Vince szovátai szobrászművész kiállítása. A művészeti iskola növendékeinek és tanárainak műsora után az alkotóhoz kötődő barátságáról, közös munkáikról Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrászművész szólt. E szobrok zömének születésekor a kimondott igaz szóért akár börtön is járt. Ez a kor volt, amikor a művészek és a nézők a szimbolikus jelhasználat okán, mint cinkosok összekacsintottak. A jelbeszéd, a titok, a szimbólum tartotta a lelket az emberekben. Egy versben, egy mondatban, egy festményben, egy szoborban felfedett utalás, egy rejtett üzenet segített a túlélésben. De mi tartja ma a lelket bennünk? Vajon mi segít bennünket ma túlélni? A rendszerváltozás az erdélyi magyarság számára kevés pozitívumot hozott, de a köztéri szobrok állítása terében valóságos reneszánszról beszélhetünk. Be kellett hoznunk 60 év lemaradását. A köztéri megrendelések egy szobrász életébe is új dimenziót nyitnak, így történt ez Bocskai Vince esetében is. Végre megnagyobbodhattak az arasznyi szobrok, drapéria tanulmányok, az arcok, a figurák. Hangsúlyosabbá válik a fennköltség, az ünnepélyesség. Mondja ezt Varga Mihály művésztársad. És ez annyira jellemző rád és munkásságodra, hogy én ezek a gondolatok jegyében, a bátorság jelében azt, amit nektek ott nem lehetett megcsinálni, elmondani, mégis ezekkel a kis grotesz szobraiddal, hát elmondtad. És jobban elmondtad, mintha le lett volna írva. Mindenki felfedezte benne. És erről nagyon sokat tudnánk itt beszélni. Bocskai Vincét realista szemléletű, figuratív nyelvezetű, az emberi alak megragadására koncentráló szobrásznak tartják a szakemberek. Kézügyességét asztalos édesapjától és nagyapjától örökölte. Én sok helyről örökölhettem, mert nagyapám kőforagó volt, az anyai nagyapám ezermester volt, édesapám műbútorasztalos volt, úgyhogy azt se tudom, honnan örököltem. Kellett segítsek édesapámnak az asztalosságban. Úgyhogy úgy azt a részt magamba szívtam, de maga konkrét képzőművészettel, negyedik osztályos koromban találkoztam, amikor egy neves grafikus Kusztos Endrének a kiállítása volt szovátán, akkor láttam életemben először képzőművészeti alkotást. És attól kezdve aztán tudtam, hogy létezik ilyesmi. A legelső önálló alkotásom az körülbelül ötödikes koromban volt, amikor magam módján, úgy mint az átlag gyermekek, úgy rajzoltam, nem voltam én tehetségesebb senkinél. Aztán hatodik osztályos koromban a rajztanárom felfigyelt, akkor már többet rajzoltam az átlagnál, és így bekerültem a Marosvásárhelyi Művészeti Középiskolába. Aztán attól kezdve már tudatosan készültem erre a pályára. Rajzolni már iskolásként jól tudott, ezért ment művészeti iskolába, ahol szobrász tanára mestere, akkora hatással volt rá, hogy máig példaképének tartja. Így lett szobrász ő maga is. Volt egy szobrász tanárom, Hunyadi László, akinek az egyénisége és az emberi mi volta, odahatott, hogy meg se gondoltam, hogy más irányba menjek. Életművét két egymástól időben is élesen elhatárolódó csoportra osztja, a kis plasztikára és megrendelésre készített köztéri emlékszobrokra. Lehetőség nyílott számunkra is, a kisebbségiek számára, hogy köztéri szobrokat készítsünk. Addig szóba se jöhetett, ugye a pártbizottság az nem adta nekünk a megbízásokat. Így aztán az első megbízásom egy különleges eset volt, amikor 90-ben egy román csoport szobátán levő Nikolája Bölcseszkei román forradalmár szobrát ledöntötte. Én akkor Budapesten voltam egy kiállításra, mikor hazamentem, kész tények elé állítottak, hogy kell restaurálni, de nem lehetett, mert porrá tört, és akkor újat készítettem, és az volt a legelső köztéri szobrom. Többfajta anyaggal szeret dolgozni, hiszen mindegyik más-más.
főleg égetett agyag, terrakotta, gipszszobrai vannak, de bronz emlékszobrai is vannak. Minden anyagból nehéz dolgozni, mert minden anyagnak megvan a követelménye. Az anyagszerűségét tiszteletben kell tartani, és azt szerint kell idomulni a témához. A témát már úgy kell megválasztani, hogy már tudja az ember, hogy milyen anyagba készül. Úgyhogy ez egy ilyen költői kérdésnek megfelel. Ember ábrázolásban alakjait grotesz szemlélettel, ikonikus vonásokkal jeleníti meg. Általában amiket ember elé merek tenni, azokkal annyira, amennyire meg vagyok elégedve, persze nem 100%-osan. Több évig tanárként is dolgozott, ma már az alkotás teszi ki a mindennapjait. Nagyon önkritikus művész, a kiállítása szerint még a tökéletes szobrát nem készítette el. Utólag mindegyikben találja vitandót. Munkásságát több állami díjjal is elismerték, legutóbb a Servatius díjat kapta meg. Kézügyességét, kreativitását két lánya közül Anna örökölte, aki most a csipkeveréssel is foglalkozik. Örül sikereiknek. Hát a kisebbik lányom, aki itt lakik Karcagon, örökölte, csak nem a szobrászaton, ő textilt végzett, ruhatervezőt, díszlettervezőt, és most éppen csipkeveréssel foglalkozik. Unokáit is szívesen avatja be a szobrászkodás alapjaiba, de úgy látja, náluk ez megmaradt hobbi szinten. Nagyon örül annak, hogy Budapest után most Karcagon is, ahol másodszor jár, első alkalommal lánya esküvőjén volt itt, megmutathatja a szobrait.